Környékkép címmel nyílt meg január 9-én a Zentai Alkotóházban a fiatal, ám rendkívül tehetséges képzőművész Kozma Laura önálló tárlata. A tárlat anyagát korábban Szabadkán is láthatta a képzőművészetet kedvelő közönség, és az alkotó a Zentai állomás után több vajdasági településre is szeretné elvinni a munkáit. Ezek a képek, amik itt az Alkotóházban láthatóak, ezek az első önálló kiállításomnak az állomásai. Tehát ez egy olyan ciklus, ami úgy jött létre, hogy úgy gondoltam, hogy egységes, és most már érdemes önálló kiállítást ezekből összeállítani. És mivel szabadkai vagyok, ott volt az első állomás, és ugyanazt az anyagot hoztam most Zentára, és ezt a Környékkép című kiállítást akármennyire majd bővítve, de a témát meghagyva szeretném mindenfelé elvinni, és legtöbb most Szabadka és Szabadka környéke látható rajta, de ugyanúgy, ahogy én is viszem a kiállítást, szeretnék mindenféle más tájat is belevonni, mivel ugye főleg épületeket, tájakat ábrázolnak, és ez azért az én témám, mert nagyon sokat utaztam, tehát már a középiskolát is nem ott jártam ki, ahol éltem, hanem egy közelebbi városba, Szabadkán, utána pedig Szegedre is utaztam, ott is az jó pár évet magába vont, és így annyi mindent láttam, hogy amit annyira gyönyörűnek tartottam, hogy végül ezt találtam a saját témámnak, úgyhogy inkább a téma az, ami rám jellemző, a technikák azok változnak. Annak ellenére, hogy Kozma Laura grafikusként végzett, a kiállított képei között egyetlen grafika sincs. Ezek festmények, tehát egyik se nem grafika, viszont a grafikus gondolkozásból sok mindent felhasználok, a kollást, az előre megtervezést, külön a vonalakat, a perspektívát, a szerkezeti rajznak a vonalait, azokat is nagyon kiemelem, azokat szeretném előtérbe helyezni, azért is vannak milyen vonalritmusok a képeimen, a sok gerenda, a sok ablak, keret, még akár a fűszálak is, vagy az oszlopok, vagy a villanypóznák, ezek mind ilyen ritmust képeznek a tájakon. Sokan szokták mondani a képekre, hogyha ezek romokat ábrázolnak, akkor most ezek valami negatívat akarnak kifejezni, valami szomorúságot, ami azt mutatja, hogy hol élünk, és mit látunk, és ez valami rossz, és én mondom, hogy nem, egyáltalán nem. Igaz, hogy ez felszínesen elsőnek látszódik rajta, viszont pont az a lényeg, hogy amit látunk, az, hogyha jobban megnézzük, igazából gyönyörű, és hogyha én azt festeném, ami a, nem tudom, a legszebb, a városháza, vagy a legszebb épület a városban, vagy a főutca, vagy ami a pompát, a gazdagságot mutatja, azt 10 megcsinálták előttem, és az is megfog, az is érdekes, de nem fog a sajátom lenni, és azért választottam egy másik részét ennek a témának, mert az sajátom tud lenni, de sokkal jobban is megfog az igazság, de semmi negatív nincs benne. Ez ilyen véletlen, 2 az 1-ben érdekes szituáció. A szakemberek szerint Kozma Laura alkotásai több szempontból is különlegeseknek tekinthetők. Kozma Laura képei számomra azért is külön érdekesek, mert valamilyen módon egyszerre tudja megszorítani a természeti hátteret, illetőleg az urbánus környezet bizonyos szeleteit. Nem lehetne talán különbséget tenni, hogy melyik a lényegesebb az ő képein, ugyanis egy olyan elegyet alkotnak, ez a két szegmens egy olyan elegyet alkot ezeken a munkákon, amelyek összhangban vannak, egymást erősítve pedig egy különös hangulatot keltenek szinte mindegyik alkotásban. És ez is talán egy olyan sajátossága a Kozma Laura festészetének, amely a vajdasági magyar fiatal képzőművészek között is egy külön hang, egy külön festészeti hangként határozható meg. Számomra nagyon érdekesek Kozma Laura képein az úgynevezett szellemképek. Tehát amikor van egy adott vászonháttér, és ő a háttérnek egy bizonyos szeletét nagyon csúnya szóval élve megvadítja, idegenné teszi, de ez az idegenség sem úgy működik, hogy radikálisan kiszakítja a kép keretei közül az adott szeletet, hanem egy újfajta perspektívával, egy érdekes látószöggel gazdagítva rámutat olyan részletekre, amelyeket talán első pillantásra, illetőleg a vászon eredeti síkjában nem vennénk észre, viszont ezzel a megoldással kitágítja a mi gondolkodásunkat is, és a vászon kereteit is átértelmezi azáltal, hogy egy kicsit belecsavar ebbe az egyszerű egysíkú történetbe. Ezek talán a legérdekesebb vonásai amellett, hogy nagyon pontosan megpróbálja meghatározni az adott vászon, az adott festmény tárgyi kereteit.
A kritikus annak ellenére, hogy kimagasló tehetségekből nincs hiány, felemásnak látja a vajdasági magyar fiatal képzőművészek helyzetét. A fiatal vajdasági magyar alkotók helyzete, lehetőségei egzisztenciális vagy anyagi téren szerintem nem teljesen megoldottak, de ez akár az egész kortárs képzőművészeti szférára is levezethető. Ám de nem is kell, hogy őket ez olyan szinten érdekelje, ugyanis ötletekből, önmegvalósítási formákból, illetőleg kifejezési gesztusokból sosincs hiány közöttük. A nevek kiemelése nélkül én egy fél tucat nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember tudnék megemlíteni, akiknek már a 20-as éveik közepére nagyon meghatározott, nagyon erős formanyelvük van. Gyakorlatilag egy tucatnyi embernek már kialakult az a gesztusa, amiről föl lehet ismerni őket. Tehát, hogyha egy fiatal vajdasági magyar festő kiállítást tartanánk, nagyon sok ember munkájáról kapásból be tudnánk azonosítani az alkotót. Ez pedig nagyon fontos, mind az alkotók szempontjából, mind pedig az egész festészeti utánpótlás szempontjából, ugyanis kialakul majd szépen lassan egy olyan nyelv, amelyből évek, évtizedek múlva a vajdasági magyar festészet, képzőművészet legfontosabb hagyománytényező elemei alakulnak ki. A zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ tervei között is fontos szerep jut a tehetséges vajdasági magyar fiatal képzőművészek felkarolásának. A zentai alkotóház az elsősorban mint egyfajta kicsinyített konferenciaterem működik, és ismeretterjesztő előadásokat, illetve különböző irodalmi esteket rendezünk itt, de tulajdonképpen, mint ahogy a neve is mondja, a zentai alkotóház elsősorban a zentai művésztelep alkotóházaként lett felépítve és megálmodva. Tulajdonképpen ez is egy sajátos kiállítótér, és a Kozma Laura kiállítása az első, ami ennek egy nagyon érdekes, hangulatos teret biztosított. Úgyhogy a művelődési központunknak az az elképzelése, hogy az elkövetkezendő időszakban határátlépések vagy más elnevezéssel egyfajta rendezvény sorozatot indítson el, amelynek célja, hogy elsősorban képzőművészeket, fiatal vajdasági képzőművészeketnek engedjen teret, hogy bemutathassák alkotásaikat. Az első ebben a sorban természetesen Laura, akinek nagyon örülünk, hogy eljött. Őt tulajdonképpen az zentai művésztelepen ismertük meg, az zentai művésztelepre hívtuk meg, és itt olyan alkotói fogásokat, olyan alkotói hangulatot teremtett, amelynek révén az év végén megkeresett, és a párbeszéd során kialakult az a lehetőség, hogy bemutassuk az alkotásait. Kozma Laura kiállításának folytatásaként az intézmény illetékesei a jövőben évente legalább 6-8 tehetséges vajdasági magyar fiatal képzőművész számára szeretnének majd bemutatkozási lehetőséget kínálni a zentai alkotóházban.